Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabi, jó vagyok. Srácok, ez egy nagyon rendhagyó vlog lesz. Egy olyan vlog, amire körülbelül másfél éve készülök. Sőt, most már többi másfél éve készülök. Nagyon régóta szerettem volna már előbb beszélni nektek, csak soha nem tudtam magam rászállni, mert nem egy egyszerű dologról van szó, nem is egy mindennapos dologról van szó tulajdonképpen. Nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy... Miért nem járok én play IT ra miért nem járok Minecinnemára, Másura és egyéb ilyen rendezvényekre, ahova ugye a legtöbb videós azért mindig el szokott menni, vagy ha teheti, akkor elmegy. És én ugye mindig azt mondtam erre nektek, hogy én azért nem megyek el, mert nem szeretem a tömeget, utálom a tömeget, nem érzem jól magam a tömegben. És ez igaz is, tehát egy szóval nem mondtam semmi valótlant, csak azt nem mondtam el soha, hogy ennek mi az oka. Úgyhogy most erről az okról szeretnék nektek beszélni, viszont ez egy hosszú vlognak ígérkezik, legalábbis ahogy én elgondoltam. Úgyhogy szeretném, hogyha aki ezt a vlogot megnézi, az nem tekerget bele, nem lépi át a különböző részeket, mert minden egyes rész fontos. Uh, hú, picikét nehéz erről beszélni, az az igazság. Um, jó, akkor belekezdek az elején az egész történetbe, méghozzá a, a, a születésemtől, sőt, a születésem előttről. Um, én ugye 1976-ban születtem, 40 évvel ezelőtt, éppen egészségesen, normális súlyjal, normális magassággal, teljesen, teljesen átlagos gyeretek ígérkeztem. Teljesen normális időben elkezdtem járni, illetve elkezdtem először ugye mászni a földön, aztán teljesen normális időben két lábra álltam, teljesen normális időben akkor, amikor azt kell, elkezdtem szépen sétálgatni. Semmi gond nem is, de legalábbis úgy tűnt, hogy semmi gond nincs is. Amikor is négy éves koromban a szüleim azt vették észre, hogy egyre többször elesek. És ők mindig azt hitték, hogy csak nem figyeltem a lábom elé, valamivel megbotlottam, és akkor így elestem. Ez egészen addig tartott így, amíg nem sokkal rá később észrevették azt, hogy tulajdonképpen én pipiskedve járok, tehát lábúj hegyen járok, úgymond. Nem olyan nagyon feltűnően, de éppen csak, hát éppen csak észrevehetően, de azért, azért, azért látszott. Hú, nem tudták mire vélni ezt a dolgot. Ez egyre sűrűbben előfordult, ez, hogy elesek. egyre sűrűbben tapasztalták meg, látták azt, hogy, hogy mintha egyre jobban pipiskednék, stb. És négy éves koromban elvittek engem egy, egy kivizsgáltatni, nem tudom, hogy ez kórház volt-e, vagy, vagy, vagy nem tudom mi volt, kakaszéknek hívták ezt a várost, és elvittek engem oda. És ott egy ilyen rutin műtéte alatt tulajdonképpen csináltak egy ilyen izombiopsziát, ami tulajdonképpen egy izommintavétel. Ezt a lábomba tették meg, tehát ott kicsit felnyitották a, a lábomat, és onnan kivettek egy izomszálat, egy izomszövetet, azért, hogy megállapítsák, hogy mi lehet a baj. Azt tudom, hogy erre emlékszek, ez az egyik első emlékem egyébként, amikor megérkeztünk oda, és szakadt az eső, mikor a vonatról leszálltunk, arra is emlékszem, mikor nagyon fájt ez a műtét, nem, nem tudtam lábra állni, apukám hozott az ölében haza, és még arra is emlékszem, mikor hazaértünk, de a lényeg az, hogy azt már nem tudom mikor, de utána megkaptuk az eredményt, és az orvosok azt állapították meg, hogy nekem egy nagyon súlyos betegségem van, amit úgy hívnak, hogy izomsorvadás. Ugye az előbb elmondtam, hogy 76-ban születtem, tehát 40 évvel ezelőtt. Na most az akkori orvostudomány, és ezért volt fontos a dátum, az akkori orvostudomány az nem sok mindent tudott még akkor erről a egész betegségről. Uh, amit tudtak, azt viszont elmondták a szüleimnek, méghozzá azt, hogy mire én um, hat éves koromban iskolába kezdek ma járni, addig, és addigra én már valószínűleg tolószékes leszek. Na most uh, a szüleimet el tudjátok képzelni, vajon mit érezhettek, és nem tudjuk, hogy mitől, nem, nem tudni az egészről semmit igazából. A lényeg az, hogy ezt mondták a szüleimnek, és azt sem mondták, hogy gyógytanára kell járnom, nem adtak semmiféle gyógykezelést, mert úgy voltak vele, hogy nincs. Tehát erre nincsen gyógykezelés, nincsen semmiféle ellenszer, és nem gyógyítható. Ez nagyon fontos, hogy nem gyógyítható. Aztán négy éves koromban szintén beutaltak engem Szegedre, a gyerekkórházba, vagy a gyerekosztályra, nem tudom, hogy pontosan már mi volt, és ott elvileg több vizsgálatot kellett volna végezniük az orvosoknak rajtam, azért mentem be, és szóval bekerültem ide a kórházba, és akkor jöttek a különböző vizsgálatok, amikre már nem, nem emlékszek. Azt tudom, hogy egyszer volt egy olyan szituáció, amikor a szüleim meglátogattak, és ben voltam a kórterembe, és be volt csukva az ajtó, be volt zárva, és pont eh, a lázat mértem, és eh, nem engedték be a szüleimet, mert valami fertőzés veszély volt akkor, és senki sem engedtek be. Így a szüleimet csak az ajtón lévő ablakon keresztül láthattam, hogy bekukucskálnak, és most a, akkor nem tűnt nekem föl, de most már utólag tudom, hogy lát, tudom, hogy azt láttam rajtuk, hogy el vannak keseredve, hogy nem jöttnek oda engem átörelni, és én amikor megláttam őket, és mondta a nővérke, hogy nem jöhetnek be hozzám, akkor én megint csak levágtam a hisztit, arra is emlékszem, hogy a hőmérőt a földhez dobtam, a földhez vágtam, szanaszéjel tört, és nagyon-nagyon és, és sírtam, hogy miért nem jöttek be a szüleim, végre itt vannak, Na mindegy. A lényeg az, srácok, hogy másfél hónapig voltam bent abban a kórházban, négy éves koromban, másfél hónapon keresztül voltam kórházban, anélkül, hogy hazajöttem volna Szegedről. Ö, aztán végül is elengedtek, hazaengedtek, Ö, azt nem tudom, hogy a szüleimnek mit mondtak, annyit tudok, hogy megerősítették azt, hogy nekem elvileg izomsorolásom van. Azt nem tudták, hogy milyen mértékű, ők csak abból indultak ki, hogy más izomsorolásos betegek milyen állapotba kerülnek egy idő után. A szüleimet erre fölkészítették, és a szüleim, hát gondolom, amennyire tudtak, felkészültek, de ettől függetlenül, amellett, hogy segíteni próbáltak engem mindenben, emellett ugyanúgy próbáltak kezelni, mint egy egészséges, teljesen egészséges gyereket vagy embert, tehát próbálták nem érzékeltetni velem, hogy nekem most más a helyzetem. És ennek baromira hálás vagyok. Ezért baromira hálás vagyok. De a lényeg az, hogy négy éves korom után elkezdtem óvodába járni, egészen hat éves koromig ugye kiálltam az alsó a mi az kis csoportot, középső csoportot, nagy csoportot. És hat éves koromban aztán suliba kerültem, és nem jött be az orvosok jóslata, nem kerültem tolószékbe, sőt még csak az állapotom sem romlott olyan ütemben, ahogy ezt ők gondolták. Ugyanúgy jártam, de egyre jobban pipiskedve, egyre inkább látszott a járásom, hogy furcsa, és hogyha, mit tudom én, elestem, akkor már érezhetően picit nehezebb volt fölállni. Tehát mindenképpen támaszkodnom kellett valaminek, ahhoz, hogy fel tudjak állni, és föl tudjam emelni a tesszúlyomat. És sajnos egyre sűrűbben is volt ilyen, hogy elestem. Na mindegy, elkezdtem járni a hatodik osztály, a hat éves koromban az első osztályt, aztán második osztályban már átkerültem egy másik osztályba, és az, az az osztályom volt végig tulajdonképpen nyolcadik osztályig. Aztán negyedikes koromban volt egy ilyen szituáció, hogy elmentünk Egerbe kirándulni, osztálykirándulás volt. Nekem anyukám jött velem, de anyukám az, az, az egyik ételmi kajától olyan rosszul lett, hogy ő, hogy ő otthon maradt, akkor, amikor elmentünk a bükkbe, és ugye elmentünk az istenhős kői cseppkő barlanghoz, na ott már nem tudtam fölmászni a hegyen, ott az egyik másik anyuka vett, vett föl a hátára, és, és vitt föl engem a hegyre, majdnem a barlangig, aztán ott is kimerült ő is, és inkább már nem folytattuk az utat, szóval ott már azért érezhető volt, hogy nekem nehezebb ez az egész mozgás, meg, meg ilyen dolgok. Aztán olyan 5.-6. osztályos koromban, 11-12 éves korom körül, Apukám megtanított engem biciklizni. Ugye addig olyan biciklivel mentem, hogy volt ilyen oldalsó, tudjátok, ilyen oldalsó kiskerekei, hogy el de akkor apukám azt mondta, hogy na most meg fogok tanulni biciklizni. Kimentünk az utcára, volt egy bicikli, Emlékszem, hogy tolt, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy tök jól megy az egész, és hátra is kiabáltam, hogy most már apu elengedhetsz. <laughs> és akkor kiderült, amikor hátra néztem, hogy ő már régen nincs mögöttem, és már régóta saját magam tekertem. Persze megijedtem, talán el is estem, ebben nem vagyok biztos, de a lényeg az, hogy akkor tanultam meg biciklizni, és onnantól kezdve nekem a biciklizés egy baromi jó dolog volt, mert sokkal könnyebb volt vele menni, főleg hosszabb távon, mint mondjuk hosszabb távot gyalogolni. igazából ez sem volt a nagy probléma, mert azért gyalogolni is még tudtam, semmi Igazából nem is nagyon volt megerőltető, sőt volt olyan is, hogy amikor a nagyszüleimhez mentünk nyaralni, akkor nagymamám eljött értünk, és tőlünk viszont hozzájuk gyalog mentünk, ami egy 4-5 kilométeres távolság volt, és egyáltalán nem fáradtam el, sőt, még utána is mentünk gyalogolni ide-oda, amoda, ott a környéken. Úgyhogy voltak ilyen, ilyen tök jó dolgok igazából, és mondom, akkor mi nem volt fárasztó járás. Aztán a hatodikos koromban volt még az, hogy az osztálytársaim egyre jobban ráálltak arra, hogy a, a furcsa járásom miatt elkezdjenek baszogatni, és akkor eleinte még ilyen lájtosan volt ez az egész, tehát nem volt olyan nagy probléma. És a később dur volt el ez a helyzet egyébként. Aztán hatodikos koromban volt egy olyan, hogy még nyáron, ha jól emlékszem, nyár volt, elmentünk Debrecenbe, ahol egy újabb ilyen izombiopsziát, tehát izommintavételt csináltak rajtam, illetve elvileg ugyanazokat a vizsgálatokat csinálták meg rajtam, amiket négy éves koromban ugye Szegeden ez az izom vételt elvégezték, ezúttal nem a lábomban, hanem az egyik karomban, a bal karomban, és a heg egyébként mai napig látszik, szóval megcsinálták ezt az izom meg azokat a vizsgálatokat, amiket Szegeden másfél hónapig tartotta az orvosoknak elvégezni. Szóval a röhely. Na mindegy, szóval ott egy hétig voltam, megtörtént ez az izom izombiopszia, és ott megint megállapították, hogy igen, fennel még, a, fent még az izom sorolás, de nem olyan mértékű, és valószínűleg csak a végtagjaimat, tehát csak a két karomat és a két lábomat érinti. Viszont ez mindenképpen jó jel, mert így a szívemet nem érinti ez a dolog, és így nem kell attól félni, hogy valami szív problémám lesz emiatt a betegség miatt. Betegség igazából nem is lehet betegségnek hívni, inkább, inkább állapotnak mondanám. Na mindegy, szóval megvolt ez a kis picike műtét, aztán elkezdtem járni a hatodik osztályba, ott az osztálytársak egyre inkább rá, ráálltak erre a dologra, hogy a furcsa járásom miatt szekáltak, cikiztek, egyre inkább én lettem az osztálynak a célpontja, ami egy baromi rossz volt nekem. Aztán a következő nyáron, a hetedik osztály előtti nyáron, ismét bekerültem a kórházba, szintén Debrecenbe, ahol mind a két lábomat megműtötték. Ez egy olyan műtét volt, hogy nekem ugye, tehát én azért kezdtem hibiskedni, mert az Ahilles in, az az in, ami ugye hátul van a, a, sarok fölött, ugye ki lehet tapintani, nekem az az in, az megrövidült tulajdonképpen, tehát összezsugorodott, ezért ezt ilyen ék alakban bevágták mind a két lábomon, és így ezáltal egy picit jobban megnyúlt, a, a, ez az lesz én, és így már leért a sarkom a földig, és be is gipszelték a lábomat, ezt tudom, hogy augusztusban volt ez a műtét, augusztus elején valamikor, baromi nagy hőség volt, akkor arra is emlékszem. Műtét után hazakerültem, ugye itthon lábadoztam gipsz, stb., és közben baromi rossz volt, mert mondom, nyár volt, és iszonyatosan viszketett a gipsz alatt. Volt, hogy annyira viszketett, hogy már sírtam, mert egész egyszer nem bírtam elviselni azt a, azt a viszketést, és azt, hogy nem tudom megvakarni, hogy az ami elképesztő. És tudom, hogy akkor volt az, hogy mivel nem jártam a suliba, ugye a gipsz miatt, fél évet nem jártam a hetedik osztályból, az első fél évet, ezért egy magántanár járt ki hozzám, hogy azért nem maradjak el az anyaggal, és akkor ez a tanár ez tanított. Hetente eljött kétszer, vagy háromszor, nem tudom, és ő tanított engem különböző tárgyakra. Aztán tudom, hogy a hetedik osztályt végül is úgy kezdtem el, mikor már a gipszet is levették a lábomról, ami egyébként egy érdekes dolog volt, ezt még elmesélem. Levették a gipszet a lábomról, szintén ugye Debrecenben, hazaértünk, én leültem az ágyamra, és azt láttam, hogy teljesen függőlegesen 90 fokba leír a lábom, leír a talpam, a teljes sarkam, leír a földig. És ilyen érzés, az, hogy telitalpal vagyok a földön, vagy a padlón, vagy, a pargettán, az nagyon-nagyon régen nem volt, és nekem ez egy baromi nagy érzés volt, nagyon-nagyon -nagy, furcsa volt az egész. aztán persze ez a dolog, ez sajnos nem is ült el, ahogy az orvosok mondták, mert ismét elkezdett zsugorodni ez az ahilleszín. Na de mindegy, majd kicsit később erről még beszélek. A lényeg az, hogy aztán elkezdtem járni a hetedik osztályban, második fél évtől, úgy mentem be, hogy legössze farsangra mentem be, pont amikor volt a farsang, február környékén, és bementem a farsangra, a, ugye az a farsangra, és ott voltak az osztálytársaim, akik amikor megláttak, azonnal odajöttek, megöleltek, tök meg voltam lepődve, mert ők voltak azok, akik engem az folyamatosan baszogattak. Na de a lényeg az, hogy elkezdtem járni a hetedik osztály, de ez az áldott állapot, hogy nem baszogattak, ez csak egy hétig tartott körülbelül, vagy kettő hétig, aztán ismét rám szálltak. Aztán jött a nyolcadik osztály, amikor ez az egész helyzet olyan szinten eldúr volt, hogy volt olyan, hogy azt mondtam, hogy nem, én most nem megyek be a suliba. Ugye a szüleim télen dolgoztak, én elindultam a suliból, de valójában nem mentem be a suliba, hanem inkább hazajöttem. Ez egy hétfői napon volt, és az így ment egészen szerdáig, Szerdán sem mentem még be, de szerdán délután én jártam már akkor a gyógytornára. És gyógytornára jártam, és az egyik osztálytársam is járt gyógytornára, és ott találkoztunk. És amikor ott volt apukám, miután engem bekísért az a öltözőbe, akkor az osztálytársam ott apukám előtt megkérdezte, hogy Csabi átfigyel a leckét. Mondom, milyen leckét te hülye? Mi, milyen leckét? A apukámat nem lehetett átverni, ő azonnal tudta, hogy mi a helyzet, tudta, hogy lógtam a suliból, és itthon akkor a balhé volt belőle, a srácok, hogy engem, engem úgy, el, úgy, elvertek itthon, hogy, hogy, hogy én soha dös nem felejtem. És most már tudom, hogy nem azért, nem azért vertek el itthon, mert, 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 mert annyira haragudtak, hanem inkább azért, mert ennyire csalódottak voltak, hogy én nem mentem be a suliba, és átvertem őket. Viszont azt nem mondtam el nekik, hogy azért nem mentem be a suliba, mert féltem be menni a suliba. Ezt később mondtam el csak nekik, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok évre rá, talán, vagy 15 év is eltelt, mire elmondtam, hogy akkor én azért nem mentem be a suliba, mert féltem be menni a suliba. És akkor anyukám teljesen, hát nem az, hogy összetört, csak teljesen, nem, 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 is tudom, szóval értitek, benne az volt, hogy azért, mert, mert, mert lusta voltam bemenni a súlyba, és akkor most kiderül, hogy valójában nem mertem elmondani, hogy engem ott bántottak. Ha mindegy. Kiálltam végül is nagy a nyolcadik osztályt, <coughs> abban, hogy most milyen megalázhatásokban volt részem, abban nem szeretnék belemenni. Egyrészt rossz emlék, kettő pedig lényegtelen. Most már lényegtelen. De a lényeg az, hogy nagyon hatással volt rám az az egész akkori dolog. Kiálltam a 8. osztályt, ugye meg volt a ballagás, ami nekem egy rohadt nagy áldás volt. Én annyira örültem annak a ballagásnak, hogy hihetetlen. Utáltam az összes osztálytársamat, két, két fiút kivéve, egy testvérpárt, aki viszont, aki viszont nagyon jó barátaim voltak, de a többit azt mind utáltam. De legalábbis a fiúkat. Egyszerűen ki nem álltam. Tehát utáltam az egészet. Féltem bemenni, ugye. Mindig baszogattak, stb. Na mindegy, kiáltam a 8 és jött a nyár, amikor én egyetlen nyár alatt um, arról a pipiskedős járásról, ami, a, a, ami még ugye akkor is fönt állt, átszoktam egy teljesen másfajta járásra, ami még furcsán volt, mint az előző, viszont sokkal stabilabb járást biztosított nekem. És az a helyzet, hogy az a járásom van meg a mai napig. Szóval, Megvolt ez a nyár, egyetlen nyár ugye átszoktam el a járásra, és még akkor nyáron volt egy ilyen lehetőség, hogy Magyarországra elkezdett bejönni az akupunktúra. Ugye 1990-ben ballaktam el, és akkor volt a rendszerváltás is, amikor a kommunizmusból ugye átváltottuk a rendszert, és a lényeg az, hogy akkor már jöttek be ilyen alternatív gyógymódok, mint az akupunktúra. Az akupunktúrás kezelés az úgy működött egyébként, ez úgy volt, hogy elkezdtem járni egy szakmunkás képzőbe, ahol egyébként 40-en voltunk egy osztályban, abból mindössze ketten voltunk fiúk. Egyébként kötszerész és fűzőkészítő szakmát kezdtem tanulni, ami egy gyógyászati segédeszközök egy gyártó vállalaton belül volt tulajdonképpen. A lényeg az, hogy kényszerből választottam ezt a, ezt a szakmát, mert olyan rosszul tanultam az általános suliban, hogy egész egyszerűen nem, nem volt más lehetőség. Főleg az én helyzetemben, ugye a fizikai munkát az egészségi állapotom miatt nem végezhettem legalábbis olyan fizikai munkát, vagy mondjuk kőműves például. A lényeg az, hogy nyáron elmentünk még, fölmentünk Pesre, és ott, most nem, nevet nem akarok mondani, egy doktornő, aki akkor már akupunktúrával, foglalkozott, ott egy doktornő fölajánlotta nekünk, vagy nekem azt, hogy lesz egy ilyen, hogy egy japán professzor lejön Magyarországra, és itt fog tartani különböző orvosoknak az ország minden tájáról egy ilyen egy ilyen bemutató tulajdonképpen, hogy az akupunktúra hogyan működik és hogyan hat. És hogy nekem ehhez lenne a kedvem, kipróbálnák és hát, amíg az egészségi állapotomban is javítana egy ilyen kezelés. <kül> és akkor belementünk a dologba, és tudom, hogy egy hetet jártam ebbe a szakmunkás képzőbe, és egy hét után mentem be, végül is mentem föl Pesre, ahol megint csak befögültem a kórházba, ott egy hétig voltam, és tudom, hogy ott voltak nagyon érdekes dolgok, srácok, komolyan mondom, megdöbbentő dolgok történtek ott velem, mert befeküdtem a kórházba, és akkor jöttek ugye az orvosok a japán professzorral, egyébként yamamoto hívták ezt a professzort, jöttek oda hozzám az ágyam, körül ágyam köré át, akin ugye hátamon feküdtem, és akkor a doki mondta, hogy emeljen meg mind a két lábamat külön-külön. Megemeltem őket, hát a balt az könnyebben emeltem, meg a jobbat nehezebben, és akkor a doki azt mondta, hogy na akkor most kapok egy kis tűt, közben ugye átakott az orvosok, és nézték, hogy a professzor, a japán professzor mit csinál, és akkor beleszúrtak egy tűt a hasam egy pontjába, vagy hát a japán professzor beleszúrta, beleszúrta, a tűt a hasam egy pontjába. Nem volt egy kellemes érzés, azt nem mondom, hogy elviselhetetlen volt, de az egy kicsit fájt. Szóval a lényeg az, hogy beleszúrta a tűt, a hasamba és mondta, hogy akkor most megint emeljem meg a lábomat. Megemeltem srácok a bal lábamat, aztán a jobbat, amit nehezebben tudtam, és komolyan mondom, olyan érzés volt, minthogyha egész egyszerűen nem lett volna súlya. Tehát amilyen nehezen tudtam megemelni előtte, most, most annyira, annyira könnyű volt, minthogyha lebegne, vagy nem is tudom. Nagyon dúra volt. El sem akartam hinni. Aztán mondta a doki, hogy tegyem le a lábomat, letettem a lábomat, ő kiúzta a tűt, megint mondta, hogy akkor megint emeljem meg a lábomat. És megint nehéz volt srácok megemelni. Mint húzták volna vissza. Az előző képes ilyen érzés volt. Szóval akkor én megtapasztaltam az akupunktúrának a hatását, és onnantól kezdve engem egy Békés Csabai orvos, aki szintén ott volt ezen a bemutatón, onnantól kezdve engem ő kezelt két éven keresztül, jártam hozzá akupunktúrás kezelésre. Minden héten kétszer jártam, ha jól emlékszem. Mindig teleszurkálta a fejemet tűkkel, ez ilyen skalp akupunktúrának hívják. Ugye a, a koponya és a bőr közé szúrják tulajdonképpen a tűt, bizonyos ideggócokat átszúrva, és elvileg ettől reméltük a javulást, hogy majd én ettől meg fog gyógyulni. Kettő éven keresztül jártam, mondom, srácok, nagyon durva volt, de azért ez alatt a két év alatt még történtek dolgok. Annak a sulinak, ahova jártam, és annak az osztálynak, ugye a, szakmunkás képzőben, ugye volt egy osztályfőnek annak az osztálynak, és ő hallott egy ilyen kézrátétellel gyógyító emberről. Tomislavnak hívják, szerintem most már egy idő után nem probléma, hogyha ezt elmondom. Szóval Tomislavnak hívták ezt a, ezt a gyógyítót, kitalálta, hogy menjünk el hozzá, és hogy hát, tud nekem segíteni. Egyébként az osztályfőnök ez, egy, egy iszonyatosan jó, jó, ember volt, nagyon a szívén viselte a sorsomat, és, és nagyon, 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 nagyon kedvelt engem, tehát tényleg mindenképpen segíteni akart. El is mentünk ehhez a gyógyítóhoz, azt tudom, hogy tél volt, akkor már, és iszonyatosan nagy tömeg volt. Olyan tömeg volt, hogy volt, hogy négy-öt órán keresztül kellett várakozni, hogy sor, sorra kerülhessek. És amikor sorra kerültem, akkor egy nagyon érdekes dolog történt. Azt nem tudom, hogy hatással volt -e rám, de azt tudom, hogy olyan érzés, tehát, tehát én éreztem az energiáját. Egyszerűen elképesztő volt, srácok. Olyan érzés volt, mint hogyha, mint hogyha hullámozna a fejetek. Nem tudom másképp leírni. Szabályosan lehetett érezni, ahogy hullámzik át az energia a, fejetek, a fejemen. Nagyon durva volt. Nagyon durva érzés volt. Többször is elmentünk egyébként hozzá, azt tudom, hogy egy alkalomra 500 forintot adtunk neki, ami hát akkori pénzben nézve, ez ugye most már 26 évvel ezelőtt volt, akkori pénzben nézve az nagyon sok pénz, nagyon sok pénz volt, és hát rajtunk kívül rengeteg ember volt ott. Nem tudom, hogy gyógyított -e, ténylegesen, de hogy energiája volt, az biztos ennek a gyógyítónak. Aztán még ugyanebben az évben a szakmunkás képzőbe járván, ugye járt. ez ugye úgy működött, hogy nekem volt egy gyakorlati hetem, meg volt egy sulis hetem. A gyakorlati hét az egy ilyen gyógyászati segédeszközök gyárában történt tulajdonképpen, tehát ott voltam gyakornak. Semmi más dolgom nem volt, csak ilyen, ilyen nagyon kis piti, apró kis munkák, de semmi komolyat nem bíztak rám. Nem is nagyon szerette a munkát, a társaság még az jó volt úgy, ahogy, de a munkát az, nem, az, az abszolút nem érdekelt. Soha nem is érdekelt engem ilyesmi jellegű munka. A lényeg az, hogy fél évkor a gyakorlati helyen a főnök, illetve az én mesterem, úgymond, leültek velem szemben, és azt mondták, hogy Na figyelj, Csaba, te most. Itt van most a fél évi a gyakorlati helyen, de akárhogy is végzel, nem fogunk tudni átengedni, mert ez egy fizikai munka, és te nem fogod tudni végezni. Szóval évvégén mindenképpen meg fogunk buktatni, de te ettől függetlenül nyugodtan leteheted ezt a fél vizsgát, hogyha szeretnéd. És mondom, micsoda? Nem akartam elhinni. Mondom, így is, hogy is meg fognak az évvégén buktatni, de azért én most tegyem le a fél vizsgát, és akkor azt mondtam, hogy nem. Akkor hogy nem szeretem ezt a vizsgát letenni, akkor ebből a ki fogok lépni. És jött a következő hét, a sulis hét, keddi nap. Itt van a sulis héten, azt mondtam az egyetlen e, fiú osztálytársamnak, a Miklósnak, hogy e, figyelj Miki, én most itt fogom adni a sulit. Azt mondja, ne hülyéskedj már, azt nem mered. Hát mondom, miért nem merném? Dehogy nem, majd figyeld meg. És akkor a következő órán bejött a fizika a tanárunk, aki egy nagyon szigorú ember volt, tényleg, amikor ő bent volt, akkor kus volt az osztályban. Senki egy mukkot nem mert szólni, mindenki csinálta a dolgát. És még, a ta, még az óra előtt mondom a tanárnak, hogy mondom, tanár úr, én szeretnék kilépni a suliból, lehet? Rám néz ilyen nagyon szigorúan, hmm. lehet fiam, lehet. Ennyi volt a reakciója. És akkor az óra végén mondtam neki, hogy akkor tanár úr, akkor mit, mi a teendő? Azt mondja, hogy gyerelem az igazgatóhoz. Lementem az igazgatóhoz, elmondtam neki, hogy ki szeretnék kilépni az iskolából, elmondtam, hogy miért szeretnék kilépni az iskolából, meg hogy a gyakorlati helyen mit mondtak, megértették, és kész. Már nem is mentem mert többet órára, fölhívtam apukámat, hogy jöjjön értem kocsival, és akkor menjünk haza. Aput fölhívtam, megmondtam neki, mi a helyzet, megmondtam neki, hogy kiléptem a suliból, meg volt lepődve, hogy mit csináltál, Mondom, majd otthon elmondom. Itthon elmondtam, a szüleim megértették. Viszont az még nagyon fontos, hogy azok az osztálytársak, akik a szakmunkásképzőben képzőben osztálytársaim voltak, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedvesek voltak. Ott egyetlen baszogatás nem történt, egyetlen eh, incidens nem történt velem kapcsolatban, inkább mindenki segíteni próbált, és, és nem ilyen komolytalanul kirőgni meg, meg mit tudom én. Sőt, annyira rendesek voltak, hogy amikor ugye ott voltam egy hétig a... a az akupunktúrás kezelésen tulajdonképpen, ott fönt Pesten, akkor mikor hazaértem, hoztak egy könyvet nekem, és az osztály minden egyes tagja, és még az osztály főnököm is aláírta az első lapot, a lapozás utáni első lapot, és ez a könyv ez a mai napig is megvan egyébként. És ez egy baromi jó gesztus volt. Pedig akkor még nem is ismertem őket, mert mondom, egy hetet jártam csak a suliba, és aztán egyből mentem Pestre. És ez egy vadi új suli volt, ugye elsős voltam ott. Szóval ez egy baromi jó érzés volt. Aztán 15 éves koromban elkezdtem járni egy esti gimnáziumba, és ott viszont már srácok olyan osztálytársaim voltak, hogy komolyan mondom, le a kalappal előttük. Nagyon, de nagyon rendesek voltak. Volt olyan, hogy emeleten voltunk, és mivel lépcsőzni azt ugye akkor már nem nagyon tudtam, főleg, hogyha nem volt kapaszkodó, ezért gólya viszi a fiát, egyszerűen fölkaptak és fölvittek. Nem volt ebből probléma. Ott segítettek, ahol tudtak, nagyon rendesek voltak. Sőt, akkor volt nekem egy osztálytársam, a Géza, aki egy szintetizátort ajándékozott nekem, még az egy olyan szintit, amit ő bevitt a hangszerboltba, hogy eladja, de inkább eljött rá, ez vizsgaközben volt, évvégi vizsgaközben, hogy vártunk a sorunkra, és szó szerint ott hagyta a sulit, elment a szintiért a hangszerboltba, elhozta, és ott a suliba odaadta nekem. Tehát ilyen is volt, tehát baromi jó élményeim is voltak, ott már nem voltak negatív dolgok, ott ott, ott egy, egyszerűen mindenkivel jóba voltam. Ott mindenki kedvelt, én is mindenkit kedveltem. Tök jó kis közösség volt. Aztán ugyanebben a suliba történt az, hogy megismertem valakit, az egyik osztálytársamat, aki, aki, nekem nagyon jó haveromnak tűnt, nagyon jó barátnak tűnt, és annyira, hogy, hogy el is kezdtünk egymáshoz járkálni. És azt tudom, hogy egyszer elmentem hozzá, és biciklivel jártam, akkor ugye volt egy kemping biciklim, és azzal a kemping biciklivel elmentem hozzá, akkor, akkoriban rengeteget bicikliztem egyébként, Szóval lementem hozzá, és amíg fönn voltunk nála, ez egy emeletes háznak a, a negyedik emeletén volt, ha jól tudom, egy tízemeletes ház negyedik emeletén, és amíg mi fönn dumáltunk, nekem odalentről ellopták a biciklimet. lementünk, és ugye észrevettem, hogy nincs ott a bicikli. És havaroman is láttam, hogy, hogy mert el van képedve, de valahogy nekem olyan furcsa volt. Akkor még nem hittem, nem, nem gondoltam volna, hogy esetleg ő tud-e erről az egészről, de utóbb derült ki, és nem is derült ki, hanem, hanem utóbb jó pár évvel később, amikor mi már nem is beszélgettünk egyáltalán, nem is találkoztunk, sőt össze is vesztünk, akkor volt bennem egy ilyen, hogy nem-e nem ő lopatta el azt a biciklit, az egyik haverjával, és most már biztos vagyok benne, hogy ő volt. Direkt azért hívott el akkor magához, hogy ezt a biciklit el tudják nyúlni tőlem. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor Faterom jött értem, kocsival, elmondtam neki mi a helyzet, Faterom az jó pár ilyen lépcsőhez, megnézte, de sehol nem találta a biciklit, úgyhogy az a haverom ráadásul meg is lopott, holott tudta nagyon jól, hogy nekem a bicikli az egyetlen közlekedési eszköz, amivel közlekedni tudok saját magam is. És mégis belement abba, hogy ellopják tőlem. Magyarán szóval borzalmasan átvehet, rohadtul kihasznált, nagyon földű itt, amikor most így ebbe belegondolok. Aztán 16 éves koromban kezdtem el haverkodni tulajdonképpen. Azelőtt nem nagyon voltak barátaim, mármint olyan barátaim, akikkel úgy rendszeresen elmegyünk egymáshoz például, vagy elmegyünk csavarogni valamerre. És akkor lettek meg az első barátaim, akik tudták mi a helyzet, de ők se foglalkoztak igazából ezzel az egész dologgal. Elfogadtak ilyen furcsa járásúnak. Aztán 1995-ben kialakult egy sokkal nagyobb, nem, is, nem is 95-ben, de 95-ben kialakult egy sokkal nagyobb baráti kör, egy tényleg egy akkora baráti kör, itt a környékben is látszok, hogy valami hihetetlen. Ezek ilyen, ezek ilyen, két éves barátságok voltak, némelyik a mai napig egyébként jóba vagyok, de a legtöbb akkori barátommal már nem, nem tartjuk a kapcsolatot, nem foglalkozunk, volt egy, egy összeveszés is. Többek között 97-ben volt az, amikor a legjobb barátom, az akkor 14 éves haverom egy balesetben a főem látára meghalt, úgyhogy nem is tudtam rajta segíteni. Erről most nem akarok beszélni, ez maradjon, ennyi. A lényeg az, hogy engem az akkor nagyon megviselt, nagyon kiakasztott. Azt az egész nyarat, azt tönkretette tulajdonképpen. Aztán 1999-ben ha jól emlékszem a dátumra, elkezdtem dolgozni egy egyesületben. A nevét nem akarom mondani, mert nincsenek túl jó emlékeim róla. A lényeg az, hogy elkezdtem egy, egy, egy egyesületben dolgozni, mint ifjúsági vezető, illetve mint sorstársi tanácsadó. Ez volt az én szakmunkám tulajdonképpen, és a munkám, amit ott csináltam, illetve emellett még ügyintéző voltam ebben az egyesületben. Uh, eleinte nagyon jó, jónak tűnt a dolog, egész addig, amíg az akkori főnököm el nem kezdett egy ilyen, akkori főnökömhöz el nem kezdett egy ilyen piáros uh, faszi mászkálni, aki úgymond a főnökömet tanította arra, hogy hogyan lehet jó vezető. Na most a főnököm, aki eddig egy imádnivaló uh, nő volt, az a főnököm onnantól kezdve iszonyatosan főnökösködő lett, eltávolodott mindenkitől, már senki senkivel nem tudott úgy beszélni, meg mi sem tudtuk úgy beszélni vele, mint előtte. Nagyon bunkó volt, nagyon főnökösködő volt, és az egész légkör megromlott ott az, egy, az Egyesületen belül. Ezt mi kollégák nagyon sokszor megtárgyaltuk, az akkori kollégák nyilván előtte nem mutattuk, ez egyértelmű. Aztán végén engem ő egy év munka után az Egyesületből, az ok az volt, hogy én nagyon pofátlan vagyok a feletteseimmel, nem a feletteseimmel, hanem a nálam idősebb kollégákkal. Na most ez nem volt így, illetve az lehet, hogy tiszteletlen voltam, bár igazából nem éreztem tiszteletlenségnek, inkább én csak azt mondtam, hogy én csak úgy viselkedtem velük, ahogy ők viselkedtek velem. És ha egy igazságtalanságot éreztem, akkor akkor bizony kimondtam. Nem érdekelt, hogy ki az illető, nem érdekelt, hogy hány éves, nem érdekelt semmi. Én kimondtam, hogyha valami nem tetszett, ennyi. Szóval ez volt az indok, ami, ami miatt engem kirúgott, de valójában pedig arról volt szó, hogy leépítés volt az Egyesületen belül, és én voltam az egyik, akire a választás esett. Azért bántam ezt egyébként nagyon, mert ez egy olyan munkahely volt, ami nagyon közel volt hozzám. A biciklivel 3-4 perc alatt bent voltam, meg haza is. Úgyhogy ennyi. De azt tudom, hogy akkor nagyon tönkre mentem idegileg, <kül> nagyon stresszeltem, olyannyira, hogy olyan tüneteim voltak, mint hogy a szívinfartusom lenne. Emiatt orvosnál is voltam. Az orvos azt mondta, hogy nincs olyan baj a szívemnek, nem tudta, hogy mi lehet. Ő sem tudta. Allergiára is gondoltunk. Úgyhogy most jelenleg ott tartok, srácok, hogy, hogy lépcsőzni nem tudok, akkor, hogyha nincsen kapaszkodó, de akkor is csak akkor tudok, hogyha kapaszkodó bal oldalt van. Fölkelni nem tudok mondjuk egy székről, csak akkor, hogyha tudok támaszkodni bal oldalra, tehát bal kezemre egy, egy asztalon, vagy föl tudjak onnan kelni, nem tudok sokáig állni, nagyon keveset tudok sétálni, mert nagyon gyorsan elfáradok, Ezekkel jár, ez az egész dolog. Borzalmasan rossz dolog. Nagyon nem jó érzés, főleg az a tudat, hogy nekem ebben a tudatban kell élni az életemet, és egy iszonyatosan nagy szerencsének tartom azt, ha, ha létezik szerencse, hogy én a YouTube-ban foglalkoztatok, és a YouTube-ban elértem már azt, amit elértem. Mert ez a hobbim. És most már hála jöjjének ott tartok, hogy ebből meg is tudok élni, mint egyéni vállalkozó. És ez egy iszonyatosan nagy kiváltság, egy olyan érzés, mint hogyha a sors ezzel akart volna kárpótolni engem. Mintha ezzel akart volna kárpótolni azért a sok rosszért, ami azelőtt történt velem a járásom kapcsán. Úgyhogy, úgyhogy ez van, viszont az egész youtuberkedésnek ez az egész youtuberkedésből ez a rész, hogy elmenjek rendezvényekre, ez sajnos kimaradt, srácok, és ki is fog maradni valószínűleg. Nem tudom, mennyire lehetne megoldani mondjuk azt, hogy egy tolószékkel elmenjek, mert ha tolószékkel megyek, vagy valaki eltolna, vagy tologatna ott engem végig, még az sem megoldás, mert az ember ugye néha csak kimenne vécére, akkor csak ki kéne szállni abból a tolószékből, és akkor megint csak ugyanott vagy, ahol, ahol tolószék nélkül. Tehát fárasztó, nem bírnám. Tehát amikor azt látom egy, egy egészséges youtuberen, hogy hazaér a PlayIT-ről például, és csinál egy esti vlogot, amiben beszámol arról, hogy milyen hullafáradt, akkor ha ő nem bírja, akkor én hogy bírnám? Hogyha ő egészségesként nem bírja. Úgyhogy ez van, srácok. Mindent összevetve kimondhatom azt, hogy mozgássérült vagyok, és így kell az életemet. Tehát járni tudok, de nagyon fárasztó, furcsa a járásom, nem is szeretem, hogyha látják, egyszerűen kellemetlen érzés nekem ez. És mondom, most, hogy ezt a blogot megcsináltam, piciket meg vagyok könnyebbülve, mert, mert másfél éve készülök arra, hogy ezt végre megosztam veletek. És azért mondtam ezt most egyébként el, mert már olyan sokan kérdezik tőlem ezt az egész Play it tényleg, hogy mikor megyek el ide vagy oda vagy amoda, mert mikor tudok velem találkozni, hogy most már mondom, meg kell csinálni ezt a vlogot, mert egész egyszerűen a végén azt fogjátok hinni, hogy én azért nem megyek el, mert leszarom a nézőimet. És azt nem akartam, hogy ezt higgyétek. Úgyhogy úgy voltam, hogy inkább elmondom a teljes igazságot erről az egészről. És most már tudjátok. Ez van, srácok. Ez van egy helyzet. Nagyon sok embernek elmondtam. Nagyon sok barátom tudja ezt. Rengeteg személyes barátom van egyébként, aki, aki, aki Vel, ugye annak idején nagyon sokat haverkodtam, ők is nyilván tudják, nagyon sok youtuber társam tudja, akiknek szintén ezt elmondtam, és persze ők sem mondták el nyilván senkinek, mert, mert ez csak rám tartozik, és hogy én megosztottam velük, akkor ezt a bizalmat nyilván nem fogják eljátszani, úgyhogy ezért nem tudhatok ti erről a dologról eddig, <kül> de most már ti is tudjátok, srácok. Ez a nagy helyzet, most tudom, hogy nagyon sok olyan komment lesz a komment szekcióban, hogy nagyon sajnáljátok, meg hogy nagyon sajnálok, de ezeket légy szíves, ne. Ezeket nem, mert ha ilyet mondasz egy mozgássérült embernek, hogy nagyon sajnálok, vagy nagyon sajnálom, akkor még szerencsétlen ebből érzi magát. Leírhatjátok a függetlenül a véleményeteket, vagy mit gondoltok erről, ahogy szeretnétek, de nem is kötelező írni rá semmit. Ez a helyzet, tehát ezen változhatni én se tudok, ti se tudtak, és kész. Persze most megkérdezhetnétek, megkérdezhetnétek tőlem azt, hogy akkor oké, okay, ez a helyzet veled, de akkor ez azt jelenti, hogy tényleg nem tudsz eljönni soha semmilyen ilyen rendezvényre? Nem lehet majd veled találkozni? Az a helyzet, hogy igen. Mármint, hogy nem lehet találkozni velem. Legalábbis eddig nagyon úgy fest, hogy erre nem nagyon lesz megoldás. Tavasszal tervezek venni egy elektromos robogót. Uh, és hogyha mit tudom, az utcán összefutunk itt békésebben valakivel, valaki fölismer, és megállít, akkor annak nyilván nagyon szívesen adok autogramot, de egyébként nem nagyon valószínű, hogy én bármikor is ilyen rendezvényre el fogok menni, és higgyétek el, ez nekem a legrosszabb. Nekem a legrosszabb az, hogy látom, hogy a Playit-in hány youtuber van ott, milyen jó magukat, megismernek, más több youtubert, megismerik a nézőiket, autogramot, osztog, autogramot osztogatnak, fotózkodnak, és hogy ez az én életemben mind kimarad. Hiába vagyok youtuber, hiába rendelkezek már százer feliratkozóval, vagy már, most már többel, egész egyszerűen ez a rész ki fog maradni mindig. Ez mindig ki fog maradni. Ezt nem fogom átélni. Ez egy baromi rossz dolog, srácok. Ez nekem a legrosszabb. Na mindegy, srácok, ez a vlog most ennyi volt, nagyon hosszúra nyúlt, a szám már teljesen kiszáradt, már érzem, hogy kell a hangom is. Úgyhogy azt hiszem le is zárom, igazából elmondtam mindent. Most sem mindent tudtok rólam, srácok. Ez egy olyan titok volt, amit soha nem hittem volna, hogy, hogy valaha is el fog mondani országvilág ország, világ füle, ország világ szeme és füle hallatára, vagy szemelátára és füle hallatára. Hú, gyerekek, azt hiszem, hogy ez az a videó, ami, a, a, ami nekem a legnagyobb segítség most, hogy ezt megcsináltam. És szerintem ti is jobban kéve vagytok ezekkel a dolgokkal. Nagyon van, köszi hogy még egyszer a figyelmet. Sziasztok!